Kedves nézőink, folytatjuk Minket érdekel című közéleti magazinműsorunkat. Köszöntöm a stúdióban Rausz István alajzetes urat, Tapolca város rendőrkapitányát, kinevezett rendőrkapitányát. Ez a beszélgetésünk alaptémája. Nemrégiben kapta meg a kinevezését. Igen. Hát a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság vezetője október 1-jével kinevezett ebbe a beosztásba, úgyhogy jelenleg a Tapolcai rendőrkapitányságon kapitányságvezetőként dolgozom. Immáron nem megbízottként, hanem kinevezett kapitányként. Hát ugye az elmúlt 6-7 hónapban nagy változások nem következtek be, legalábbis a munka során, tehát olyan munkát nem kell végeznem, amit eddig nem tettem. Tehát ugyanúgy kell folytatni a tevékenységet, ugyanazt, amit elkezdtük, azt véghez kell vinnünk. Hát mindenképpen megtiszteltetés egyébként egy ilyen beosztásnak az ellátása, az, hogy ezzel megbíztak és a bizalomba fogadtak bennünket. Nagyon szeretném, hogyha minden tekintetben azt, amit a februárban megkezdtünk, azt valamennyi területen ki tudnánk teljesíteni. Tehát a lakossághoz közelebb helyezkedő rendőrség, a szolgáltató rendőrség, ez valamilyen szinten kicsúcsosodna az év végére. Tehát ezt több területen próbáltuk erősíteni, tehát ez volt a fő cél. Tehát ne távolodjunk el azoktól az emberektől, akiknek szolgáltatnunk kell. Ugye a rendőrség maga egy erőszakszervezet, valamilyen szinten olyan eszközökkel felruházva, ami nem biztos, hogy népszerű az állampolgárok körébe, ugyanakkor tudomásul veszi a jogkövető állampolgár, hogy a rendnek a közutakon, de a városokban, vagy a szórakozóhelyeken meg kell, hogy legyenek. Ugye emellett egy csomó más feladat végre kell hajtani, és számunkra az a cél, hogy ezt a feladat halmazt, amit a rendőrségre ruházott a törvények és egyéb más jogszabályok, azt úgy teljesítsük, hogy a helyi sajátosságnak feleljünk meg. Ugye ennek a kidolgozásra ez a 6 hónap részben elég volt. Tehát tudjuk, hogy mik az igények, tudjuk, milyen az infrastruktúra, tudjuk, milyen a bűnözés, olyan adatok és információk állnak rendelkezésünkre, ami alapján el lehet indulni egy olyan irányba, ami talán az eredményességet, a szolgáltatás minőségét valamilyen szinten javítani fogja. Tehát ezek voltak a tervezés időszakai, és ezután következnek véleményem szerint és reményeim szerint a végrehajtás időszaka. Örülök neki, hogy kapitány úr ilyen csillogó szemekkel beszél, mert én emlékszem azért olyan testületi ülésre, amikor nem volt ilyen jókedvű, kicsit keserű hangulatban nyilatkozott. Igen. Én nem gondoltam volna, hogy maga a kapitányság szerepe vagy tevékenysége esetleg más téren is szóba jöhet, mint a közbiztonság vagy a közlekedés biztonsága. Ha egyéb mással kívánják összemosni, akkor azt szeretném elmondani, hogy nincs arra lehetőségünk, szándékunk, akaratunk, hogy bármilyen, akár politikai tevékenység kapcsán is szerepet vállaljunk. Nekünk egy a fontos, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján tegyük a dolgunkat, függetlenül attól, hogy mi történik a politikai berkekben. Tehát a rendőrség maga nem egy politikai szervezet, többször támadnak vele bennünket olyan szinten, hogy valakiknek vagy valakinek a pártján vagyunk, vagy valakivel elnézőbbek vagyunk. Én ezt most szeretném kategórikusan elutasítani. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogyha ilyet tapasztal, vagy észlel, vagy vélelmez, akkor megtegye megfelelő lépéseket, és akkor valóban olyan fórumokon, akik erre hivatottak, ki tudják vizsgálni. De szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy én magam a legnagyobb ellensége vagyok egyébként az ilyen jellegű kitéréseknek, az ilyen jellegű kapcsolatnak. Mi azt szeretnénk, hogyha tudomásul venné mindenki, minden szervezet, minden állampolgár, aki a területünkön él és dolgozik, hogy nyugodtan bízzanak bennünk olyan szempontból, hogy nem fogunk kivételteni senkivel. Persze ennek vannak negatív oldalai is azok számára, akiket valamilyen szinten mondjuk szankciók alá van a rendőrség. De mindenkinek ott a lehetőség, hogy ezeket a szankciókat elkerülje, jogkövetőnek kell lenni. És ez a fő szempont a mi munkánkban, ha jogkövetők az állampolgárok, akkor kevesebb a munka, vagy a munka olyan irányba tud kiterjedni, ami valóban hasznos a társadalomnak, vagy a társadalomnak, vagy akár egyes rétegeknek. És mi ebben szeretnénk, így szeretnénk munkálkodni.
örömteli, egy kapitány úr még az első kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a lakosság igényeihez mérten szeretnének mindenképpen fellépni és azokra reagálni. Azt hiszem, hogy már ezt mi tapasztalhattuk itt a városban, hiszen nagyon nagy gond volt a nyár folyamán például a harci jellegű kutyáknak a megjelenése. Most már ilyennel azért annyira szerintem nem nagyon találkozunk, hogy gyorsan reagáltak, és talán hatékonyak is voltak ebben a tekintetben. Igen, ezek a bejelentések, amik az önkormányzat részéről, de a lakosság részéről is rendszeresen érkeztek, ezek azt generálták a rendőrség részéről, hogy ugyan átcsoportosítottunk erőket és eszközöket is ennek felszámolására. Nagyon nagy segítséget kaptunk egyébként a egyéb szervektől is, hogy ezt olyan módon oldjuk meg, hogy ne legyen túl hangsúlyos maga a fellépés. Én azt hiszem, hogy a tulajdonosok is talán valamelyest tanultak abból, hogy az ellenőrzések végrehajtódnak, úgy hajtódnak végre, hogy rendszeresek, arra az területre összpontosulnak, ahová kell, hogy összpontosuljanak, ahol ilyenek előfordultak. Természetesen biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is lesznek ilyen problémák. Csak azt kérem a lakosságtól, meg minden szervezettől, aki észlel jogsértést, vagy olyan jellegű tevékenységet, ami általában a lakosságnak a biztonságérzetét, vagy a komfortérzetét az utcán, a közterületeken, vagy akár a szórakozóhelyeken negatívan befolyásolja, azt mindenképpen jelezzék. Ha nincs jelzés, akkor nincs reakció. Nem tudunk mindenre, mindent első pontként kezelni a tevékenységünk során. Vannak olyan lehetőségek, amelyek arra buzdíthatják az állampolgárokat, hogy a ingyenesen hívható segélyhívószámokon, e-mailen, vagy bárhol, vagy bármilyen beadványban jelezzék ezeket a problémákat. Értelemszerű, hogy ha mi hatáskörünk ennek kapcsán az intézkedés, akkor megtesszük. Ha nem, akkor sem probléma, hogy hozzánk érkezik, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy megfelelően bíráljuk el, és továbbítsuk ahhoz a szervhez, aki ebbe illetékes. Tehát meg kell, hogy oldjuk a problémákat. Nem történhet olyan, hogyha hozzánk fordulnak, hogy valami elintézetlen, vagy reakciómentes marad. Még akkor is, még egyszer mondom, hanem a mi közvetlen problémánk, vagy a közvetlen feladatunk. Ha az elmúlt hét rendőrségi híreit nézem, amiket rendszeresen megkapunk a Veszprémi kapitányságtól, két sikeres esetről számolnak be itt Tapolcán, az egyik egy kerékpár lopás, a másik pedig egy kábítószerrel kapcsolatos ügy. Ezek az apró ügyek, mint például a kerékpár, vagy a lakosság számára nagyobb horderejűnek számító ügyek, mint a kábítószeres. Tehát melyik az, amelyik itt a városra inkább jellemző? Az elmúlt 7-8 hónapban, ugye az év eddig elmúlt időszaka, vagy 9 hónapban, ugye azt tapasztaljuk, hogy maga a kísértékű lopások, azok rendkívül módon elszaporodtak. És ugye most valljuk be őszintén, a Tapolcai Rendőrkapitányság nem csak a Tapolcai Rendőrkapitányság, tehát a Tapolcváros Rendőrkapitány, 55 település tartozik hozzánk, és a vidéken, illetve a város területén is, maguk ezek a fémlopással kapcsolatos dolgok rendkívül módon negatívan befolyásolják a statisztikai adatokat, meg értelemszerűen ezáltal a biztonságérzetet is. Tehát a vagyonbiztonság ilyen szempontból mindenképpen sérelmet szenved. Ennek a felszámolására most kidolgoztunk egy olyan akciótervet, és itt ezt a nyilvánosság előtt elmerem mondani, akik ebben foglalkoznak, vagy ilyen jogsértések jönnek, számíthatnak arra, mint társaik, akik többen őrizetbe, előzetes letartóztatásba kerültek, hogy föl fogjuk számolni, ha kell, akkor hónapok alatt, ha kell, akkor évek alatt, de ezt a tevékenységet bármi áron, törvényesen meg fogjuk szüntetni, vagy legalábbis akik ilyen jellegű jogsértéseket követnek, ellen szankciók alá fogjuk vonni, és meg fogjuk tenni megfelelő lépéseket. A másik, ez a kerékpárlopás, ez csak egy szegmense maga a bűncselekmény halmaznak, ami Tapolcára jellemző. Ugye szerencsés módon van olyan, ami sikeres felderítés, és vannak olyanok, amik még nem sikeresek. De ugye ezek nem lezárt ügyek, tehát több kerékpárlopás is történt. Nem a nagyértékű kerékpárokról beszélek, hanem elsősorban az őrizetlenül hagyott, le nem zárt lépcsőházba lehet kerékpárokról. Ezek rendszeresen tűnnek el, tehát tulajdonítanak el. Ennek a megelőzésére kidolgoztunk egy olyan bűnmegelőzési tevékenységet, vagy éppen hirdetményt fogunk közzétenni a lakosság körébe, ami arról szól,
hogy a rendőrség azokat a kerékpárokat, amik ugyan nem is biztos, hogy nagy értékűek, de mégiscsak a tulajdonát képezi valakinek, alkalmazza, használja, tehát valamilyen szinten hozzátartozik, ezeket a kerékpárokat regisztrálni fogjuk. Az azt jelenti, hogy a regisztráció során az alvásszámot, a sérüléseit, a kinézetét lefényképezzük, eltesszük, dosszírozzuk annak érdekében, hogyha ilyet eltulajdonítanak, akkor ne legyen a tű a színnek az alba keresés, hanem megfelelő körözés alapján talán megtaláljuk előbb-utóbb ezeket a kerékpárokat, és ezáltal a magát, akik eltulajdonítják azokat is. Ellátjuk egy pici kis matricával, ezt közzétesszük egyébként, igyekszünk közzétenni a lakosság körébe, akár a gyermekek kerékpárját, akár a családoknak az egyéb kerékpárját behozzák, 5 perc alatt regisztráljuk, lefényképezzük, ellátjuk egy matricával, és innentől kezdve nem okoz problémát, amikor megkérdezzük, hogy milyen volt a kerékpár, amit eltulajdonítottak, hogy azonosítani tudjuk a későbbiek folyamán, mert általában azért nem tudják megmondani se a számot, se egyebet. Így most ezek a lépéseket megtesszük. Ezek a jogsértések csak részét képezik, még egyszer mondom, a kerékpárlopás, a vaslopás, vagy a fémgyűjtés a bűncselekmény kategóriáknak Tapolca városában. Számolni kell azzal is, hogy ugyanúgy előfordulnak a trükköslopások. A trükköslopások, amelyek általában idősek sérelmére követnek el, szintén megtapasztaltuk azt is, hogy nem mentes a város az olyan jellegű jogsértésektől, amik esetleg a szórakozó helyeken zajlanak. Tehát a maga a szórakozó helyre menet, jövet, vagy benne a szórakozó helyen történhetnek olyan események, amik valóban a szórakozni vágyóknak a biztonságérzetét befolyásolják. Ennek érdekében szervezünk olyan jellegű járő tevékenységet, ami bizonyos szórakozó helyeknek a környezetében fokozott ellenőrzést tartanak. A fokozott ellenőrzésnek az a célja, hogy akár a rongálást, a közterületi rongálást, vagy a verekedést, garázdaságot, ezt megakadályozzuk. És a kábítószer, ugye a kábítószer, ami évek óta a rendőrség bűnmegelőzési kampányainak a középpontjában van. Már akkor, amikor még csak hallomásból bírtunk róla, hogy Nyugat-Európában ez elterjedt, akkor már azok a szakemberek, akik itt dolgoztak és itt tevékenykedtek általában a rendőrség berkébe, tudták, hogy előbb-utóbb el fog következni az időszak, amikor mindennapos lesz az ilyen jogsértés, amikor mindennapossá válik az, hogy akár 10 éves gyerekeknek is árulhatnak ilyen jellegű szereket. Úgyhogy most olyan jellegű tevékenységet folytat a kapitányság, ami elsősorban, aminek az a célja elsősorban, hogy magukat terjesztőket kivonjuk a forgalomból, csúnya szóval mondva. Eljárás alá vonjuk, megfelelő lépések után esetleg ítéletet is kapjanak. Nagyon fontos lenne, hogy magát a terjesztőt, aki teljesen mindegy, hogy most iskolában, szórakozáján vagy az utcán terjeszti, mindenképpen eltávolítsuk a lakosságtól. Ez az egyetlen módja és lehetősége, vagy a legfontosabb módja és lehetősége, hogy felszámoljuk az ilyen jellegű bűnözést. Hát nagyon reméljük, hogy sikerrel fognak járni, nagyon sok esetben majd. Kapitány úr, a munkatársairól egy néhány szót. Most már egészen biztos vagyok benne, hogy beilleszkedett a rendőrkapitányság életébe, pontosan ismeri a munkatársait. Milyennek látja a kapitányság összetételét? Milyen a rendőr anyag Tapolcán? Hát a rendőranyagról annyit, hogy a legidősebb, azt hiszem én vagyok, vagy még egy kollégám van. Tehát a korosztályt azt mindenképpen ezzel le lehet írni. Általában 20 évesek, illetve a 30-as éve elején járó fiatalokból áll a rendőrkapitányság. Ugye ez rányolja a bélyegét bizonyos dolgokra. Kevés a tapasztalt rendőrünk, kiesett egy generáció ugye a nyugdíjazások kapcsán. Akik maradtak, azok pedig teljesítik a feladataikat. Maga a rendőrkapitányság egyébként egy jól működő, hatékony szervezet, a megyében is elismert olyan jellegű tevékenységet, vagy olyan jellegű kilengései nem voltak, amelyek esetleg negatívan kiemelték volna a 7 kapitányság közül. Én azt hiszem, hogy mindössze arról van szó, és arra van szükség, hogy az összehangoltság, a szakterületek közötti együttműködés az fokozódjon. Meg a továbbiakban még arra van szükség, hogy az a fiatal állomány, aki most kikerül az utcára, akár iskolák elvégzése után, megtanuljon kommunikálni az állampolgárokkal, mert ez egy nagyon kényes kérdés. Tehát az, ha valaki ellenőriz, ha valaki fölruház vagy olyan hatalommal, mint általában rendőr a törvények által, nem tudja megfelelően
ezt kommunikálni az állampolgár felé, mindegy, hogy most eljárás alá vont, vagy csak egy egyszerű igazoltatott, akkor az hiba. Akkor az azzal jár, hogy a rendőrségben nem bíznak, a rendőrséget támadják, most mindegy, hogy milyen szempontból, akkor a rendőrség egy púp lesz a hátán a lakosságnak. Ha viszont a többséget meg tudjuk azzal győzni, hogy aki nem követel szabálysértést, bűncselekményt, annak a barátja a rendőr, vagy legalábbis nem kell tartani tőle, akkor azt hiszem, hogy eredményesek vagyunk. Akkor azt fogják mondani, hogy igen, ezek a mi rendőreink, ha szükség van, akkor bármikor szólhatok, bizalommal fordulhatok hozzá, és nem az lesz, hogy elutasítanak, vagy csak egyszerűen lehurrognak, vagy sorolhatnám még, hogy mi történik. Tehát ez nem csak a közterületen fontos a kommunikáció, fontos a bűnügyi szolgálat részéről, akik kihallgatnak, meghallgatnak, adatot gyűjtenek, ott is van egy bizonyos etikett, amit be kell tartani, amit nem a jogszabályok írnak elő, de elvárják tőlünk az emberek, hogy igen, attól függetlenül, hogy magát a közhatalmat képviseli valamilyen szinten a rendőrség, ezzel ne éljen vissza, hanem csak ezzel éljen, és attól függetlenül kommunikálhat úgy, minthogyha az állampolgárok egyike lenne. Csak el kell végezni a feladatát. Tehát ez a munka nem különbözik semmibe egyébként a többi munkától, mindenhol teljesíteni kell azokat a feladatokat, amit az írott és íratlan szabályok előírnak. Tehát én szerintem maga az állomány mindenképpen alkalmas az alapfeladatok ellátására. Egyszerűen minőségi javulásra van szükség, nekem, nekik, mindenkinek. Ők ezt jól tudják, és a fejlődés érdekében a parancsnokok, a beosztott állomány is megtesz mindent. Fogékonyak az újra, megértik a lényegét, hogy miért kell ennek történnie. Ugyanakkor látom azt, hogy határozottan intézkednek bizonyos esetekben, ami számunkra rendkívül fontos. Fontos az, hogy ne történjen gyalogos gázolás, ne történjen ittas vezetés, mert nem lehet tudni, hogy éppen kinek a gyereke, anyukája vagy bárki közlekedik az úton. Tehát akik legyintenek arra, hogy hát most megivott egy pár sört, azok gondolnak abba, hogy az a megivott egy pár sört, az lehet, hogy az ő hozzátartozóival fog találkozni a gyalogátkelőhelyen, az utcán, a kerékpárúton vagy bárhol. Tehát ez, ilyen szempontból látom, hogy fölkészültek szakmailag a kollégáink, tehát ezekkel szembe teszik a dolgokat. Ugyanez vonatkozik, aki bűncselekményeket követnek el. Igyekeznek minden módszerrel, ami törvényes eszközt ad a kezünkbe, megtenni, vagy dolgozni annak érdekében, hogy azokat a személyeket, akik a biztonsági érzetet, a gyerekeinket, a szüleinket veszélyeztetik, azokat kivonják a forgalomból, és még egyszer csúnya szót használtam, de ezt azért használom, mert igenis el akarom tüntetni a köztudatból azokat az embereket, akik abból élnek, hogy a mások által megszerzett, becsületesen megszerzett vagyontárgyakat, eszközöket eltulajdonítják, és ezáltal nem csak anyagi veszteséget, hanem még egyéb veszteséget is okoznak. Ebben a munkában mennyire van az önök segítségére a tapolcai polgárőrség? A polgárőrség az mindenhol segítség. Még akkor is, hogyha kis létszámú, még akkor is, hogyha a munkájukból, a eredeti munkájukból adódóan nem minden esetben tudnak annyit teljesíteni, amennyi ugye a szükség lenne. Maga a polgárőrség az egy olyan szervezet, ami szerintem mindenképpen becsülendő, tisztelendő. Ez a tevékenység, hiszen illetmény, fizetés nélkül a közérdekében vállal feladat, az egy hősies tett most, hogy olyan szavakat használják, amin valami. Tényleg az, mert valaki arra áldozza a szabad idejét, hogy kint az utcán sétálgasson, és utána rá majd menjen 2-3 órára pihenés nélkül dolgozni, az mindenképpen szerintem megbecsülést érdemelne. Még nem terjedt el a köztudatba, hogy van néhány ember, most mindegy, hogy nyugdíjas, vagy éppen aktív dolgozó, aki azt teszi, amit nem sokan vállalnának. Nem sokan vállalnának, mert ugye van család, van munka, van egyéb más tevékenység is, és ugyanakkor vannak jó felkészült és a közért tevékenykedő emberek, akik nem kapnak megfelelő hírnevet, nem kapnak megfelelő megbecsülést, társadalmi megbecsülést, ugyanakkor ettől függetlenül teszik a dolgokat. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy vannak olyan területek, amiket le kell, hogy fedjenek, hiszen maga a létszám, ez az 55 településre van, ez a 101 néhány fő a rendőrkapitányság részéről, és megmondom őszintén, most az őrsöket is beleértve, 55 településnek 980 négyzetkilométernek a rendőri ellenőrzése, az, ha nem lennének polgárőrök, meg polgárőrségek, akkor igen nehézkes lenne, és igen hézagos.
Úgyhogy én megköszönöm ezúton is a munkájukat, és reményeim szerint minden településen megalakul, és Tapolcán is, ha lehetőség lesz, akkor fejlesztődik ez a csoport, akár városrészenként, akár globálisan a városba, és hiszem, hogy rá fogja nyomni a közbiztonságra a bélyegét pozitív értelemben. Kapitány urat nem csak rendőri szerepben, kapitányi szerepben láttuk itt a városban. Nyáron például találkoztunk a pörköltöző verseny zsűriében is. Igen. Tapolcára ön nem idegenként jött, hanem úgy tért vissza. Igazából újra tapolcai lett egy kicsit. Mint tapolcai, hogy érzi magát a városban? Én mindig szerettem ezt a várost. Tehát én számomra ide visszajönni, az csak pozitív élményeket adott számomra. Tehát nem volt semmi olyan, ami idegenkedésre vagy bármilyen okot adott volna. Úgy jöttem vissza, igen, egy picit éreztem, hogy hát az ő 20 év eltelt, vagy több évtized is szinte, de mindenkit, akit eddig ismertem, az ezután is megismert, szerencsére. Én is megismertem. Jól esett, hogy találkoztattam a régi ismerősökkel. Nagy a változások, amik bekövetkeztek a város életében, akár a fejlődés, akár a külcsíny, meg egyéb, az szintén pozitív élményekkel gazdagított. Én rendszeresen, ha lehet, akkor rendezvényeken megjelenek, eljövök ide, attól függetlenül, hogy konkrétan nem ezen a területen élek és lakok, azért az életemnek a nagy részét itt töltöm. Tehát valljuk be őszintén, hogy az ember a munkahelyén tölti a napjának a 3/4 részét, úgyhogy én is itt töltöm, és akár a szabadidőmet is gyakran a családommal a területen, vagy éppen a környéken szoktuk eltölteni. Nagyon jól érzem magam egyébként, tetszik a város, tetszik a környezet, és nem tartom olyan helyszínnek vagy helynek, ahol teher lenne dolgozni. Hát mi is ezt kívánjuk kapitány úrnak, sose legyen teher Tapolcán dolgozni. Magunknak meg azt kívánjuk, amit kapitány úr a kapitányságának, fiatal, udvarias, megbízható, nagyon helyes rendőröket várunk ide a városba. Kapitány úr, nagyon sok sikert kívánunk a munkájához, és elvárjuk legközelebb is a stúdióba, hogy beszélgessünk a kapitányság dolgairól. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is.